Tegnap hajat mostam, úgyhogy most ilyen jól áll a hajam. Hát ez így menő lesz. Sziasztok! Itt az ideje egy kicsit darálni. A mai pályát Asd FM Asd készített, és ez a cím, hogy Maja Sziget. Nem akarok nagyon spoilerezni, de a pálya inkább látványosabb lesz, mint értelmes. Hát akkor lássuk. Így néz ki a kezdőhely, egy rakás emeletes hágy. Egyébként elárulom, egy hajón vagyunk, majd a videó végén megmutatom kívülről. Igen, és ott van róla a kép. Egy láda körülnézhetsz a hajón utána, kövesd a liánt a tengerben. A kedves készítő a tavirózsa levelekre gondolt. A ládában egy kis felszerelés és könyvek, szabályzat, ne vásd át magad kreatív módba, ne rongáld a pályát, a játék szabályit hagyd békén, azok be vannak állítva, csak akkor is ki blockokat, ha a feladat megengedi, könnyű vagy normál nehézségi fokozaton játsz. Ebből a szövegből csak azt hiányoltam, hogy nem írta le, hogy alapból milyen játékmódban kell lenni. Túlélőben voltam, úgyhogy végül is abban maradtam. A másik dolog meg, hogy hát 1.8-ban, ugyanis 1.8-as a pálya, már elmenti a pályával együtt a nehézséget, úgyhogy azzal nem szórakoztam, ami egyébként békés volt, úgyhogy... Én így nevellek titeket. Útvonal, bejárás a hajóról, juss el a fogadóba, ott teljesítsd a feladatok, majd kövesd a fáklyákat, menj be a templomba és fogadd el a sorsodat, ha végeztél, kövesd a piros rózsákat, ha végeztél, kövesd a fáklyákat, ha végeztél a... Igen, le van írva, hogyan kell végigmenni a pályán, hát ami azt jelenti, nem a legjobb ötlet, hasznos, tehát nekem is szükségem volt rá, mert vannak kérdéses részek, majd hamarosan látni fogjátok. De egyébként nem a legjobb megvalósítás, tehát ott van benne minden ömlesztve, egy idő után ugye nézik, hogy hol is tartottam ott a sok szövegben, most melyik sor jön. A másik meg, hogy egy kicsit olyan érzés, hogy előre lelövi a poént, tehát most így végig tudom olvasni, hogy hogyan kell végigmenni, hová fog kell jutni. Úgyhogy szerintem egy fokkal élvezhetőbb az a megoldás, hogyha minden küldetés után kapjuk a könyvet, ugye egy-két pálya volt, ahol ezt használtam, hogy egy kicsit reklámozzam magam. Fontos című, amikor írtam a könyveket, még színesen írt, de amikor lezártam őket, bebugoltak a színek, és valahova színesen írt, valahova meg feketén. Ezért a kis bug ért elnézést, de nem akartam már az összeset újra megírni. Hát egy ilyen kiírás nálam, fú, mínusz végtelen pont, tehát... Én is tudok mondani minden pályámról valami hibát, tehát nem erről van szó. Hát, amit nem javítottam ki, mert mit tudom, régi pálya, meg olyan kis apróság, hogy nagy idiótának kell lenni. De azért nem írom rá a pályára, hogy lusta vagyok kijavítani. Tehát ez... Nem. Az a rekord, amikor azt írta rá, hogy direkt vannak. Szóval nem írom rá a pályára, mert ezzel olyan képet keltesz magadról, mint hogyha igénytelen lenni, mint hogyha nem érdekelne, hogy igényes, szép, hibamentes pálya legyen, hanem hiba van, bocs, lusta vagyok. Ha van valami más, hát ez van. Tehát ne keltsetek magatokról ilyen képet. Történet. Egy kutatócsoporttal érkeztél, azért jöttél velük el erre a szigetre, mert hallottad, hogy furcsa dolgok történnek mostanában erre fellé. Ki szeretnéd deríteni, hogy mi az oka a furcsaságoknak? Hát én egy nagyon kíváncsi embert alakítok. Kiegészítő szabály, nem állíthatsz időpontokat, spampointot rakhatsz, de nem minden blokk után. Használod a John Smith texture packot, vagy a Contest texture packot. Bocsi mindenkitől, de nem kezdtem el utána járni a textúra csomagoknak. Valahogy nem volt kedvem keresgélni, biztos gyorsan meg lett volna, de nem volt akkor sem. Egyébként, hogyha már így ugráltatjátok a játékost, akkor segítsetek neki, adjatok linket, hogy honnan lehet letölteni a textúra csomagot. Vagy ha olyan, ugye már nem csak textúra van, hanem resource pack, bár valaki szerint resör.
Kicsit körülnéztem a kabinban, két ládát találtam, amikben resztom meg pénz volt. Hát nem mondta senki, hogy kié vagy, hogy kivehetem az ilyesmit, úgyhogy a túlélés törvényét alkalmaztam. Aztán megtaláltam az ajtót a fedélzetre, ott pedig egy tábla, arra menj! Tényleg akartam is mondani, hogy mintha angyali kórust hallanék. Egyébként a pályán a helyesírás botrányos, tehát előre levonok 10 pontot, nem fogok minden egyes helyen, inkább majd csak nevetünk. Igen, itt vannak a vízben a tavirózsák, amik itt ugye most liánok. A parton pedig egy tip-top vityilló. Bementem az ajtón, már ahogy tudtam a sok falusitól. Az egyik házban láda, benne pedig egy könyv, ami fogados. Jó napot, szeretnék egy szóbát kivenni egy éjszakára. Az összesen 10 arany, de nekem csak 5 aranyam van. Egyezünk meg annyiban, hogy a bánya mélyéről hozz nekem 10 szenet. Jól van, hozok a bányából 10 szenet, de majd a konyhába vigye. Oké, az egyes szoba az önné. És hogy tudja, úgy látszik a készítő is úgy tervezte, hogy majd ki fogom lopni a hajót. A bánya bejárata szerencsére mindjárt a fogadó előtt van. Az elején van egy kocsi, amiben van egy rakás arany. Hát most végül is van rá pénzem, tehát visszamehetnék, hogy itt a 10 arany, de a móka kedvéért úgy döntöttem, hogy bemegyek. A barlang végében duplán ki van táblázva, hogy hol kell bányászni. Vissza a fogadóba, hát itt a konyhában nem volt semmi jelzés, úgyhogy csak ott hagytam a ládában. Az emeleten megint tömörülés van, természetesen pont az én szobám majd a jelet, hogy minél nehezebben jussak be, a többi szobát meg se tudtam nézni. Nem tudom, hogy csináltak készítő, valahogy sikerült neki troll falusiakat megidéznie. Bent a ládában a sok szemét mellett van egy könyv a fogadóról címmel, meg egy... várjunk csak! Gyönyörű. Ez a fogadó sem a legjobb. 10 aranyért, kész rablás. Biztos nem megy mostanában jól az üzlet, ki tudja. Holnap el is megyek innen. Furcsálom azokat a fáklyákat odakint. Majd holnap megnézzem. Jézus. Ez a karakter rejtélymániás, tehát furcsa dolgok történnek, megyek gyorsan, oda megyek hajóval, aztán mik azok a fáklyák? Megyek gyorsan, megnézem. Mi baja van ennek? A földszinten volt egy szoba, amire az volt írva, hogy társalgó, abban volt egy láda, amiben egy könyv, aminek az volt a címe, hogy Csevegőben. Szia, mondani nekem valamit a Maja templomról? Az konkrét, először tekezem, aztán magázom. Nem, miért nem? Mert. Jó napot, mondani nekem valamit a Maja templomról? Nem szeretnék nyilatkozni a tévének, mert lámba lázas vagyok. Úram, ez nem a tévé. Nem? Nem az. Ó, akkor mesélek. Köszönöm, végre valami info. A Ludas Matyi Fazekas Mihály népmesei szállakkal látszott átbeszélő költemény a költő humoros formában mutatja be, hogy a furfangos szegény legény hogyan jár túl a gazdag uraság eszén. Nem a Ludas Matyiról meséljen, hanem inkább hagyjuk, jobban járok, ha aludni megyek. Mi az F betű szót akart ez az öreg ember a Ludas Matyiával? Na ezt a szót bezzeg lebírja írni, de a lámpát azt nem. Én is tiszta lámbalázas leszek. Akkor kövessük a fáklyákat. Mielőtt tovább menjünk, szeretnék valamit kipróbálni. Mondjuk képzeljétek el, hogy mondjuk úgy folytatódna a pálya, hogy a fáklyák elvezetnek egy épülethez. Az épületben harcosok vannak, és kiderül, hogy a főszereplő ninja akar lenni. Ott beszélünk is mondjuk az egyik mesterrel, aki azt mondja, hogy majd egy másik mester fog megtanítani. Elmegyünk hozzá, az pedig azt mondja, hogy majd egy harmadik mester fog megtanítani. Oké, elmegyünk hozzá, és a mester azt mondja, hogy próbára fog tenni, de azt nem mondja meg, hogy mi a próba, csak annyit, hogy majd kiderül, ebből majd kiderül, hogy lehet-e belőlünk ninja. Menjünk tovább, felérünk a domb tetejére, és elénk tárul egy gyönyörű épület, tényleg magáért beszél, nem is kell hozzá mondani semmit. Gyönyörű, nagyon szép. És akkor most azt adjátok hozzá, hogy az előbbi történet, amit elmeséltem, az ebben az épületben tényleg meg fog történni. Igen, a kunyhó belülről is nagyon szép. Én először a kékmester találtam meg, aztán mint kiderült, ő a második. Tanítványok, vigyázz, nem mozogom, még azt nem mondom, hogy pihenj.
Jó napot, mester! Azért jöttem. Tudom, miért jöttél. Ha kiképzésen szeretnél részt venni, akkor menj fel az emeletre. Oké, köszönöm. Tanítványok, pihenj! Az egyik tanítvány hátizsákjában találtam sárgarépát, érdekes felszereléssel jár edzésre. Nem, menj innen, ez az én sárgarépám! Szemben lévő szobában piros mester. Szia, már vártalak téged, éreztem, hogy jönni fogsz. A szagom megint megelőzött. Honnan tudja ezt? Mindegy, kiképezne engem ninjának? Ezt meg honnan szülte meg a karakterem? Tehát most keresem a Maja templomot, bejövök egy helyre, én ezt simán Maja templomnak néztem egyébként elsőre, és akkor itt beszélek valakivel, ninja akarok lenni. Jó, haladjunk. Ha meg szeretnéd tanulni a ninjaságot, akkor menj a kékmesterhez, ő majd mindenre megtanít. Kékmester ugye az emeletre küld, ahol sárga mester van, de lássuk, megbírod csinálni, ha igen, ninja lehetsz, de ha nem sikerül, akkor viszont elfelejtheted a ninja címet. Ezzel próbálkozásod van. Ó, na, próbáljuk meg, próba szerencse. Mutasd meg, hogy szeretnéd a ninja címet, lássam, hogy szenvedsz. És ennyi. Nem derül ki, hogy mi a próba, mit kell teljesíteni, mi a feladat, semmi. A szomszédos szobában van egy rakás láda, amiben sok kaja van. Ennyi. Tehát elővettem a könyvet, és megnéztem, hogy mit kell most követni. A könyv egyébként ezen a ponton azt írja, menj be a templomba, és fogadd el sorsodat. Nem tudom, mit hagytam ki, mit felejtettem el, vagy mi mellett mentem el, de... Az addig oké, hogy Maja templomot keresek, bár a motiváció nem tiszta. Tehát furcsaságok történnek. Derítsük ki! Uhé! De ez nekem így valahogy kevés. De aztán, hogy kutatás közben rátalálok egy másik templomra, és kiderül, hogy én ninja akarok lenni. Most mi van? De... Még paródiának sem az igazi, mert annyira viszont nem vicces. Egyszerűen csak irracionális, hogy így... Kezd az érzésem lenni, mintha nem is a pályakészítő csinálta volna az épületeket, csak így összeválogatta, ami tetszett neki, és valahogy úgy összefűzte őket, de összefüggés az nincs. Kövessük a rózsákat, elvezetnek minket egy kis faluba, a WC mellett ér véget a nyom, WC igénybe vétele 2 arany. Hát 2 aranyat megér, hogy kipróbáljam, mi van odabent. A WC-ben egy lyuk van, az alján egy nyomulnap. Én gondolkodtam rajta, hogy leugorjak-e, ha már így bele lehet férni, meg hát van ott is egy nyomulnap. De aztán úgy döntöttem, hogy hát még egyik küldetésem mondta, hogy mász a WC-be, úgyhogy később visszamentem. De aztán kiderült, hogy nincs ott semmi, úgyhogy bevágom most, hogy mi történt, mikor leugrottam. Hogy eshetél bele a WC-be? Egyébként sok láda van a pályán, cuccokkal, amiket én nagyon szorgalmasan ki is pakoltam. Nem tudom, így gondolta-e a készítő, de jó, megszedtem magam kajából, meg pénzből. Az első ház, amit megtaláltam, be volt zárva. Ide tedd a... mit? I betűt? A következő mellett egy láda, csak ha nem itt a ló. Bent egy tábla, meg egy kar, grófa lévő társalgás. Gróf úr, maga egy tolvaj, maga ellopta a király lóvát. Én nem loptam el azt a lóva. Én is ezt mondanám az ön helyébe. Hidd már el, édes fiam, hogy nem én loptam el azt a lóvat. El is megyek innen, tolvajokkal nem társalgok. De vissza se merjé jönni. Még emésztem ezt a beszélgetést, tehát kiderült, hogy azt is tudom, hogy a gróf ellopott egy lovat, vagy lehet, hogy a lóra lett volna ráírva. Következő épület, csak akkor Jóska bácsival tél. A készítő azt írta, hogy tesztelték a pályát. Rúg ki a tesztelőket. A ládára az van írva, a templom igénybe vézele 1 arany. Nem igazán értem, mit jelent az igénybe vétel ebben az esetben, tehát ha csak bejövök imádkozni, az 1 arany, vagy ha esküvőm van, akkor is 1 aranyért igénybe vehettem. És az vajon mit mond el, hogy olcsóbb, mint a WC? Találkoztam egy mosó asszonnyal. Á, ez nem lehet igaz. Jó napod, mi a problémája? Az, hogy megint eldugult a vízzel ellátó készülékünk. Vízzel ellátó. Ja, hogy vízzel ellátó. Jó, én valamiért vízeletre gondoltam, de oké. Aham. És én most mit csináljak ezzel? Megtennéd, hogy felmész a fő ponthoz, és tisztítsd ki itt egy ásó.
Ja, mert egy magyar templom és a ninjaság után pont egy mosóasszony problémája fog érdekelni. Egyébként a küldetést nem csináltam meg. Amikor játszottam, azt olvastam, hogy nem főpont, hanem főpap. És hát a papnál nem volt semmi ilyesmi, úgyhogy... Hát igen. Egyébként az útmutató ezen a ponton azt írja, ha végeztél, kövesd a fáklyákat. Két kérdés, mivel végeztem és miért kövessem a fáklyákat? Sokkal szebb lett volna, ezek az utazások, ezek az útvonalak kiderülnek a történetből, de igazából sehol sincs semmi utalás. Egyszer volt, hogy hú, de gyanúsak ezek a fáklyáknak, kövessük, de ezen kívül folyton ezt a könyvet kell nézegetni, ami nem hiszem, hogy a történet része, tehát kétlem, hogy a főszereplő úgy indult útnak, hogy ott van a kezében a leírás, hogy merre kell menni, mit kell csinálni, hogy majd ő majd ninja lesz, tehát egy érdekes, mágikus könyv ez. A következő, akit megtaláltam, a vadász, és amint megszólítottam, hirtelen naplemente lett. Nagyon romantikus. Á, jó napot, fiam! Nem kéne szállás éjszakára? Az asszony nem lesz itthon egy hétig. Ó, tudtam én, hogy nem véletlenül ez a naplemente. Szóval van egy üres ágy. Ár 3 arany per éjszaka. Oh, nem adja a szolgáltatásait ingyen. Jól jönne, mert nem szeretnék kint aludni a sok szörny között. Ó, tökéletes. Fáradj, csak beljebb. Köszönöm. Mesélne nekem a kutyák templom... Oké. A maják templomáról? A maják templomáról nem mesélek, mert az a hely el van átkozva. Jobban teszed, ha nem mész oda. Inkább menj aludni. Fú, de pervers. Miután eltöltöttem egy bensőséges éjszakát a vadászat, kifelé menet észrevettem a trófáit a falon, nagyon ötletes easter egg. A gond csak az, hogy közülük 3 ember, tehát a vadász nem csak nagyon pajkos, hanem sorozatgyilkos is. A következő, akit megtaláltam, a farmer volt, a padláson kellett vele beszélgetni, a beszélgetés mellett volt Jóska bácsi laks kulcsa. Jó napot, hogy van? Köszönöm jól. Azt szeretném megkérdezni, hogy nem tud-e valamit a maják templomáról? Igen, maják, nem kutyák. A maják temploma, hogy gondolkozak. Az átok, hirtelen elhallgatt. Milyen átok? Na most még jobban érdekel. Miért nem akarja elmondani, megmondani? Veszélyes? Á, egy átok, miért lenne az? Valamit. Nagyon értelmes, biztos kimaradt valami a szövegből. Miről is beszélünk? Hát az átokról. Arról nem tudok semmit. Menj a Jóska bácsihoz, ő biztos tud valamit. Itt van nálam a lakás kulcsa. Megtréfáltam, és bezártam, de ez mellékes. Köszönöm a nagy semmit. Csak nem akarja elmondani, szerintem kicsit fura alak. Hát, aki embereket zár be a saját lakásukba, kicsit fura. Menjünk el akkor Jóska bácsihoz, hát ha ő többet elmond. Ugrás Jóska bácsihoz. Jó napot, Jóska bá. A maják templomáról szeretnék önnel beszélni, de a kutyák temploma is jó lesz. Mondaná nekem erről valamit? Á, végre egy vendég. Mit adhatok enni? Esetleg szeretne valamit inni? Az öreg észre se vett, hogy bezárták. Köszönöm, nem. Akkor mit tud a templomról? Milyen templomról beszélünk, kérem szépen? Mert a kedves kis falunkban van egy templom, ha arról szeretne tudni, menjen a paphoz. Ah, mindegy, köszönöm a segítséget. Magadban? Vajon miért nem mond senki semmit a templomról? Ez nagyon furcsa. A templomban a pap hát, ha tud valamit, a papok nem hazudnak. Aha. Templom, pénz, láda, misei könyv, pénz, papal beszélsz, biblia, idézetek. Első idézet. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet. Másik könyv. Jó napot, miért jött? Meggyónni talán? Nem meggyónni jöttem, hanem... Úgy látszik, hozzá csak meggyónni járnak. A maja templomról szeretnék megtudni valamit. Jaj, nehogy már ön is kezdje ezt az egészet, hogy nem mond semmit a templomról. Kérem, jól van, papként nem hazudhatok. Úgy látszik, ő is ismeri ezt a misztikus szabályt. Egy szép napon történt mind ez. Jött egy felfedező brigád, akik a templomot akarták kifosztani. Visszapróbáltuk őket tartani, de nem sikerült. Megpróbáltuk, hogy kitaláljuk, hogy átok van a templom területén. Az, igen. De ez se tartotta vissza őket. Amint bementek, elkezdett mozogni a föld össze-vissza. És a tagokat soha többé nem látták. Köszönöm, hogy elmondta ezt a történetet. Nem szívesen. Mellékes, kifizette a templom belépésének díját?
Ha nem, akkor fizessek ide azonnal, viszont láttásra. Nem hazudik, de pénzéhes. Itt azt gondoltam, hogy végeztem, úgyhogy követtem a fáklyákat, el is jutottam egy égő házhoz. Nézz körül, a házban lehet, hogy van pénz. Egy napló. Ha valaki ezt a könyvet olvassa, akkor tudja meg, hogy a sziget el van átkozva. A maja átok kigyújtotta a házamat. Ne merészkedjetek a templom közelébe. Szegénynek kigyulladt a ház, és még fosszam is ki. Egyébként nézelődtem egy darabig, de nem találtam meg, amit kellett, úgyhogy tovább mentem. Eljutottam egy nagy építményhez, mint kiderült, ez egy vár. Menj be, nézz körül, és tedd meg, amit a király mond. Szemben két ajtó, király és királyné. Oda bent tényleg van két trón. Egy láda, a szent kard nem mert használni. Oké. Szia, fiacskám, elhoztad nekem a lóhamat? Mert nagyon nagy szükségem van arra a lóra, oda kell adnom a grófnak, mert elveszítettem pókerben. Szó se volt róla, hogy a királynak kell hozni bármit is, vagy ez így automatikusan kellett volna gondolnom, hogy ez a király, visszahozom. De eleve a grófnál volt, akkor hogy került a grófhoz? Mindegy, egyébként a pályáról nem fog kiderülni. Szóval, igen, elhoztam felség, igen, persze. De pókerben? Igen, pókerben nagy dolog. Megtennéd, hogy elviszed a testvéremnek a szent kardot? Hogy ez hogy jön ide? Elvihetem, de a maja templomról mondana valamit? Hát annyit tudok, hogy a maják mérgesek, mert régen volt a templom belsejében áldozva. Szóval egy csirkét kell beledobni a templom lávájába, és egy szent virágot. Oké, köszönöm. Akkor elviszem a szent kardot a testvérének, meg szerzem a virágot és a csirkét, de ne felejtsd el elkölteni itt a pénzed a várban. Egyébként a vár is nagyon szépen meg van építve, akárcsak az eddig építmények a pályán. Hát a gond az, hogy innentől kezdve nincs semmi nyom. Jó, hát el kell menni a király testvéréhez, de megint csak ebből az útmutatóból, vagy miből derül ki, hogy hát egyáltalán melyik irányba van az ő testvére. Sőt, igazából nem is az van leírva, hogy itt van a testvére, hanem hogy kövesd a száraz kórót. Oké. És az egész építménynek ennyi szerepe volt, hogy beszéljünk a királlyal, aztán mehetünk tovább. Tehát, hogy olyan kihasználatlan az egész. Hatalmas, biztos sokáig tartott megépíteni, meg kidíszíteni, és nincs kihasználva. A következő szép építmény a kertésznek a háza, ez is nagyon szép kívülről, belülről is. Van itt egy beszélgetés, pontosabban Dumcsi kertésszel. Jó napot, kertész úr! Azt szeretném megkérdezni, hogy hallott-e már a szent virágról? Egy vendég? Na, ez is kezdi. A szent virág? Megvan, itt van a ládámban. Mennyibe kerülne? Az nem eladó. A feleségemtől kaptam, aki egy éve meghalt. Sajnálom, de nagyon fontos lenne az a virág. Mire kéne neked ez a virág? Bele kell dobnom a lábába. Maga normális? Egyszer tegez, egyszer magáz. Azért, hogy feloldjam az átkot a szigetről. Jól van, neked adom, most megint tegez, a virágot. Köszönöm szépen. De nem ingyen. Mit kérne érte? 20 aranyat kérnék érte, meg egy szívességet kérnék. Mi az a szívesség? Vidd el a temetőbe ezt a szálvirágot. Jól van. Egyébként a két virág ugyanúgy néz ki, csak másnak van átnevezve. Következő nagyon szép épület. Benne az öcsike. Hát, a ládában nem fért bele a kard, úgyhogy csináltam egy kis helyet. Elhoztam a szent kardját, amit a testvére küldött önnek. Köszönöm a kardot, a jutalmad a mellettem lévő ládában találod. Mondod nekem valamit a maja templomról? Nem mondok arról semmit, de a temetőbe, hát ha találsz valamit. Akkor elmegyek oda, viszont látásra. Láttásra. Biliárdasztal a trónteremben. Ezek tudnak élni. Ugrás a temetőbe, itt van valaki sírja, mellette egy könyv, valami élete, amiben le van írva valaki élete. Azt mondja, született 986. január 14-én, már amikor kicsi volt, rendkívüli erőkkel rendelkezett, a szülei néha megijedtek tőle, mert a kis ágyában állt, és gondolatokkal nyitott ki ajtókat, szekrényfiókokat, de rengeteget tudott a majákról. Amikor betöltötte 150. évét, akkor megtudta, hogy a maják embereket hurcoltak el, és feláldozták őket az isteneiknek. Körülbelül 150-151 éves lehetett, amikor elkapták őt is, és a templom belsejébe hurcolták. Mielőtt feláldozták volna, kitalálta, hogy egy szent csirkével is megelégednek az istenek, meg egy szent csokor virággal.
Egyébként a sírban van egy tök fej. Ideig a karakterek ugye tök fejek voltak, szóval ez biztos a holtteste. Csak azt nem értem, hogyha elrabolták és hogy feláldozták a templomban, akkor mit keres itt? A feleségnek azért leraktam a virágot, aztán tovább mentem, de igazából semmi sem írta, hogy most végeztem, tovább mehetek, vagy hogy mi van, mi történik. Megint csak abból a könyvből derült ki, hogy innen most merre kell tovább menni. A könyvben az volt írva, hogy egy barlangot kell megtalálni, hogy miért, hogyan, ideig szó sem volt semmilyen barlangról, de megtaláltam. Túloldalon menj a dzsungelbe és találd meg a templomot. Mögötte a saját kis táborom, igaz, nem is tudtam még a barlang létezéséről, de már táborom van a túloldalon. Bent a saját naplóm és egy szerencs talizmán. Kedves naplóm, már körülbelül egy hete bolyongok ezen a szigeten, remélem megért eljönni és nyomozni, mert ha nem, akkor abba hagyom ezt a kutatós munkát. Nem szeretem ezt csinálni, szóval remélem megéri. Vajon az emberek a majáktól vagy az isteneiktől félnek ennyire? Kár naplócskám, hogy nem tudsz válaszolni. Ezután a dzsungelben kőtéglákat kell követni, és eljutunk a maja templomhoz. Bejáratna a teleport és szöveg, hú, erre nem számítottam, ez nekem kicsit nagyon furcsa. Végre bemerészkedett valaki ebbe az elátkozott templomba, mennyire vagy bátor? Ki vagy te? Mit akarsz tőlem? Mostanáig bátor voltam, de most majd össze ez betű szó magam. Én vagyok a maják szelleme, muhaha, úgysem fogsz innen kijutni. Hú, de jó kedvem lett. Innen nagyon gyorsan ki kell jutnom. Miért? Talán félsz tőlem? Ne menekülj, maradj itt velem és játszunk egyet. Az igen, se menni, se maradni nem tudtak. Én ezt nem bírom ki, ki kell jussak minél hamarabb. Jól van, te tudod, de nem jutsz ki innen élve, remélem. Ennek a beszélgetésnek semmi értelme. Már nincs sok hátra, belehúzok egy kicsit. Az ajtón túl egy labirintus van, eléggé sötét, sajnos. Egy darabig bókláztam, aztán az első indán fölmásztam a tetejére, mert szerencsére nem volt plafon. Utána jött egy ilyen kvízszerű dolog, de kérdés nem volt, csak három szó, és azok közül kellett kiválasztani egyet, nem jöttem rá, hogy mi a logika. Ezt még kétszer eljátszotta, aztán egy másik helyre teleportált, és egy kis szöveg. Hú, nagyon félek, remélem ez az áldozó terem, van itt egy sustorkó hang, dob bele a lávába a csirkét és a virágot, utána szabad vagy. És van itt egy tábla, nem csapda. A lépcső egy terembe vezetett, itt tényleg volt láda, beledobáltam a tárgyakat, a csirketojás a labirintus elején volt. Kijáratnál teleport, hol vagyok, meghaltál és ide kerültél, feloldottad az átkot a szigetről, mondja Notch, akkor tovább élhetnek a sziget lakói gond nélkül. Hős tettedért, itt maradhatsz velem, juhú, vagyis úgy értem, köszönöm, megértem. Juhú, meghaltam! Már csak az elköszönő táblák vannak, köszönöm, hogy kijátszottad az Adventure pályámat. A pályát ASDFM ASD készítette, remélem tetszett, ez volt az első Adventure mapom. Érdekes, ott van mellette a másik táblán pedig Adventure pálya. A pályát 3 hónapig, aztán megint pálya, építettem. Ha maradt pénzed az jó, de annak semmi pontértéke nincs, főleg hogy meghaltam. Ha készítesz videót a mapról, akkor azt megírnád e-mailba. E-mail, és ott az e-mail címe. Szerintem írjátok meg neki, hogy ti nem készítettetek neki videót, hogy ne aggódjon. Már csak a mérleg maradt, pozitívumok, nagyon szép volt az építés, látványosak voltak az épületek, aztán szép volt az építés, és hát szép volt az építés, nagyon más nem tudok mondani. Na jó, egy-két easter egget találtam, azok poénok voltak. Amik nem tetszettek, az abszolút fejetlen történet, tehát mintha darabok hiányoztak volna belőle egyszerűen. Nem derült ki, hogy miért kéne ide vagy oda mennem, csak le volt írva egy könyvbe, hogy most a rózsást kövesd, most a fáklyát kövesd, de miért? Tehát sok ilyen kérdés volt. Aztán ugye a beszélgetések voltak néha könyvön, néha cseten, nem tudom miért váltogatta így, természetesen szebb lett volna, ha minden a cseten van. Azt írta, első pálya, ahhoz képest határozottan jobb az átlagnál, főleg építésben, tehát az gyönyörű, kifogástalan, de a történetre még rá kell gyúrni. Tehát ez volt ASDFM ASD Maja-sziget című pályája, a kézikönyv óvjon.